Polgármester úr, leaszfaltozták az Engő utcát. Mit lehet erről tudni, milyen hosszú szakaszról beszélünk? Régi adósságunknak tettünk most eleget a Cserhát utcától egészen a régi ilyen autófordulóig sikerült leaszfaltozni. Hála Istennek, hogy a költségkeretei is eléggé szabottak voltak nálunk, és én emlékszem rá, hogy annak idején még a Szabadházi Egyesület kért egy ajánlatot. Akkor megközelítően 9 millió forint volt ugyanezzel a műszaki tartalommal, ezt most 2018-ban ugyanazzal a műszaki tartalommal, mint amit ők annak idején kértek, most 11 millió forintért meg tudtuk oldani. Azt hiszem, hogy ez egy nagyon jó megoldás volt, és örülök neki, hogy nagyon jó visszajelzéseket kaptunk a szabadházi hegyen lakóktól, hogy végre készen van ez az út. Persze azt is hozzáteszem, hogy igazából ezt kellett volna szabályozni az utcán, de olyan hosszú ideig tartott volna, hogy annyira igényelte már ez a környék ezt a szilárd burkolatú útkarbantartást, vagy útfejlesztést, hogy ezt most már meg kellett lépnünk ezt. Polgármester úr, jön az év vége, új év jön. Elégedett az elmúlt évben a beruházásokkal és amit célba vettek tevékenységekkel? Épp múlt héten az évvégi interjúban hangzott el hasonló kérdés. Azt mondtam, hogy mert mindig megkérdezik évvégén, hogy hanyasra pontoznám, ha 1-től 10-ig lehetne. Akkor azt mondtam, hogy hát körülbelül 8-ra, mert soha nem vagyok teljesen elégedett. De azt tudom mondani, hogy a beruházásainkkal elégedett vagyok. Elképesztő nagyokat léptünk előre az elmúlt esztendőkben, és lesznek még meglepetések a jövő évben is, hogy miket szeretnénk fejleszteni. Olyanokat, amire szintén nagyon régen vártak a törökbálintiak. Elárul egyet, mondjuk a legnagyobb beruházást a nézőknek? Hát szeretnénk ami régi, nagyon-nagyon-nagyon régi elvárás vagy fejlesztési igény, a orvosi rendelőt szeretnénk egy újat vagy újabbat kialakítani. Polgármester úr, nagyon sokat mozog az emberek között. Hogy érzi, elégedettek a Török Bálint fejlődésével, ami a 2018-as évet illeti? Hát, hogyha az ember mosolygós emberekkel találkozik, és kis receptoraival le tudja azt venni, hogy ezek az emberek elégedettek-e vagy sem, én azt mondom, a nagy többség az biztosan az. Köszönöm szépen a beszélgetést, és engedje meg, hogy a Buda környéki televízió nevébe önnek és munkatársainak sok boldogságot kívánjunk karácsonyra és az új esztendőre. Én is kívánok minden jót a Buda környéki TV nézőinek és a munkatársainak, és köszönöm szépen az egész éves érdeklődését a televíziónak.